itt vagyunk Pilismaróton. A körzetében melyik az a rész, ami ön szerint legveszélyeztetettebb, legkitettebb bármilyen szempontból? Hát nyilvánvaló, hogy mindegyik rész. Esztergomba is, Gyergesújfalon is, hogyha nincs megfelelő védekezés, be tud jönni a lakott részekre. Tehát mindenhol vannak olyan pontok, ami fontosak és védelem szempontjából kiemeltek, de hát azon vagyunk, hogy mindegyik meg legyen védve, és szerintem meg is van védve. Itt ebbe a térségbe, itt közel 200-210 ember lakik itt életvitelszerűen, akit érint, illetve a hatalmas ingatlan vagyon, ami itt van. Például a sok kis teherautót, amit látnak itt mozogni, azok itt van, aki helyi lakos, itt lakik, ő neki a háza fele víz alatt lesz, de mégis itt van, segít, bevetette minden erejét, minden munkását, minden teherautóját. Közösen kell védekezni. Miért tartottátok fontosnak, hogy eljöjjetek önkénteskedni? Hát úgy sok ismerősöm él Budapesten, és ott is látom, hogy így a Duna, hát ott is mennyire elöntötte így az egész várost, és hát így láttam, hogy az egyetemünk hirdette ezt, és hát úgy voltam vele, hogy akkor én is beszeretnék segíteni. További baleseteket elkerüljünk, hogy ez ne terjedjen tovább, és ne essen kára minél több embernek, ha lehet. Úgy van, hogy 8-kor elindulunk Veszprémből az egyetemtől, egy kb. 3 óra az út, és 4-ig vagyunk itt, és most fogunk visszaindulni. És mennyien jöttetek összesen így az egyetemről? Körülbelül 40-en, ha jól tudom. Jelen állás szerint annyit tudunk a vízügyi kollégáknak a közlése szerint, hogy a tetőzés péntek, délután, szombat hajnalban várható, hosszú lehet a tetőzési folyamat. A magasság az 750 fölött lesz. A nagy dolog az, hogy meg a nagy helyzet, hogy ezt úgy megvédeni, hogy mivel lassú az apadási folyamat, ezért nagy nyomás van a gátakon, de a vízügyi szakemberek utasítása mellett folyik a munka. Van esetleg ismerős, akinek itt van telke, nyaralója? Mi nem itt lakunk följebb, van ismerős, igen, rokon, szerintem őket elönti, valószínű. Van, aki elköltözött, de van, aki még itt van és segít, pakol, de van, aki elment, hallottam. 2013-as árvizet itt élték meg? Igen, igen, akkor nem volt ekkora a készültség itt, akkor nem volt ekkora, most sokkal nagyobb van, de ez jó.